Szomorúságra ad okot olykor a válogatott eredménye, ezt Gulyás Gergely mondta a kormányinfont, miután kedden kikapott Walestől is a magyar válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány a meccs után azt mondta, azonnal lemond, ha arról van szó, és hozzátette, be kell látni, hogy képességbeli hiányosságok vannak a csapatban. A válogatott pótselejtezőn még kijuthat a részben budapesti rendezésű EB-re, ehhez azonban két meccset kell nyernie. A stúdióban Hegyi Iván és Szőlősi György. Én azt mondtam egy órával ezelőtt, hogy a vendégeim a mindig optimista, nem tudom most mennyire optimista Szőlősi György, és már nagyon régen nem optimista Hegyi Iván. Jó estét, szervusztok! Szia, jó estét kívánok! Szőlősi György a Nemzeti Sport főszerkesztője, és én azt gondolom, hogy a Nemzeti Sport úgy harangozta be ezt a Walesi meccset, mint valóban egy nagy súlyú, az életbevágóan fontos mérkőzések egyikét, és hát ehhez képest ért mindenkit a csalódás. Nem csak a Nemzeti Sport volt ezzel így, hanem nagyon sok televízió, rádió, írott sajtó. Érdemes ekkora súlyt rátenni a csapatra, a szurkolóra, akinek aztán el kell viselni a csalódást, vagy talán egy kicsit szerényebben kéne nekiállnunk? Hogy érdemes-e súlyt tenni a csapatra, nyomást helyezni, pont Somogyi Zsolt kollégám írta egyébként a felvezetés során, amikor már a nagyon elcsépelt, sorsdöntő mérkőzés kifejezést sokatszor hallotta, hogy igazából ez nem annyira sorsdöntő, meg az igazi nyomás, meg az igazi tét. Szóval, hogy mondjam, olyan sokszor ilyen fatális, meg ilyen háborús szóhasználatból vett kifejezéseket használunk. Ez nyilván a sport velejárója. A nemzeti sport mit csinálja? A nemzeti sport életében nincs fontosabb dolog, mint a nemzeti futballválogatottnak a meccse, tehát valahol ez természetes. Azoknak a szurkolóknak sincs fontosabb dolog, akik ilyenkor fölkerekednek százával ezrével, és szurkolnak a csapatnak, mert a csapattól egyébként még ebben a selejtezés sorozatban is kaptak olyan élményeket, mint a horvátok vagy a Walesi válogatott. Te hittél benne, hogy nyer a magyar válogatott Cardiffban? Én úgy voltam vele, hogy természetesen, ha hátralép egyet az ember és hideg fejjel nézi, akkor körülbelül a 2-0-ás hazai győzelem a papírforma eredmény, és azzal együtt a futballt azért szeretjük annyira, mert a papírforma nagyon sokszor felborul. Bíztam benne, azt mondanám inkább. A futballt azért szeretjük annyira, mert szeretünk győzni. Én abba szerettem bele a futballba, én olyan futballistákon nőttem fel, akik ha gombfociztam, akkor a magyar-olasz meccsen, és én közvetítettem, mint Szepesi, akkor simán győzhettem. Hát ma egy magyar-olaszon egy gombfocizó gyerek nem játszhatja le magának, hogy nyerünk, mert kirölgi saját magát. De nyilván megvettük a horvátokat ebben a selejtező sorozatban. Igen, tehát. Akkor most elmondom neked, Gyuri, hogy 72 óta, amikor ugye a legutóbbi egyenes kijutás, amikor negyedik lettünk, nem a selejtezőben, hanem az EB-n. Igen. Azóta 20 olyan selejtező sorozat volt, amelyen a 20-ból 10-szer negyedikek voltunk. 6-szor harmadikok, 1-szer hatodikok. 3-szor másodikok, 1-szer a 98-as VB-re másodikok, akkor jött a Jugoszláv 1-7-0-5. És 2-szer voltunk még másodikok, ugye, ahogy mondom, ez 30 év, vagy 40 év átlaga. Az első, a két második hely az a 76-os és a 80-as. Na most nem sorolom fel, hogy akkor kit játszottak Fazekastól Váradi Béláig. Tehát te azt mondtad, hogy igen, tehát azt mondtad, hogy én vagyok a pessimista. Azt mondtam, hogy már régen nem hiszel a sikerben. A negyedik helyek özönében. Ha az UEFA nem emeli fel a 24-re a létszámot, akkor most, mert az az egyetlen adó azok kezébe, akik valamilyen fejlődésről beszélnek. Hozzáteszem, hogy ez az évtized az én megítélésem szerint, de tényeket mondok erre is. Ja, ez még ebből a három évtizedben is a legrosszabb. Ez a csapat mondjuk az előző ebbe idején nem a legjobb 24 közé jutott be, hanem a legjobb 16 közé is bejutott, hiszen magán az ebbén is tovább igen, jutott. Igen, a selejtezőkből a harmadik helyre soha, tehát őt nem lehet összehasonlítani, mert a harmadik helyről soha nem. Na várjatok, a magyar futball jelenleg a világban az 50. hely körül van. Így méri a FIFA rangsora. Európában sem vagyunk a legjobb 20 között. Tehát a világnak az első negyedében. Hát igen, de hát hogyha Barbadoszt is hasonló településeket, mert országnak is alig nevezhető, ide veszel, akkor persze. De hát számunkra az 50. hely az nem siker.
természetesen ne azzal, siker. Ne azzal miért, hogy van 202. is. Iván által említett elődök olyan magasra tették a lécet, hogy soha nem lesz siker Magyarországon az 50. hely. A negyedik hely a csoportban, viszont ha azt nézzük, hogy a negyedik kalapból húzták ki a magyar válogatottat, akkor az abszolút realitás. Igen, csak közben elhittük. Elhiszik azok, akik nézik az új stadiont, amely gyönyörű, és abban reménykednek, hogy egy EB meccsen majd 68 ezeren a magyar válogatottnak tudnak szurkolni. Elhiszik azok, akik a gyereküket beiratják az akadémiákra, ahova ömlenek a milliárdok a TAO támogatásból, és onnan nem jön ki egy válogatottra való tehetséges fiatal, sem a 17, sem a 19, sem a 21 éves korosztályban. Hát nézzük meg Gera Zoltán, mire jut az U21-es válogatottal. 6 meccs, 4 vereség, 2 döntetlen. Hosszú idő után épp most jutottunk ki az ifjúsági világbajnokságra, elég komoly ellenfeleket magunkra. Én azt mondom, hogy a rendkívül szomorú trendek, amelyek 50-60 éven keresztül egy leszálló pályára helyezték, egy leszálló ágra helyezték lefelé ívelő pályára a magyar futballt, ezek megfordultak most már, ezek objektív dolgok. Az igazolt futballisták, az igazolt gyerekfutballisták száma ma már nem csökken, hanem nő. A futballpályák száma Magyarországon, Európában egyedül, vagy a világon egyedül, 50-60 éven keresztül csökkent, ma már nő. Azzal, hogy 1000 futballpályát létesített vagy felújított az MLS az elmúlt 10 évben, azzal körülbelül ugyanannyi futballpályánk van most, mint a rendszerváltás környékén volt. Tehát ezeknek kell, hogy legyen következménye, nem egyik napról a másikra, ugyanakkor természetesen ezt a szöveget én is unom, ugyanúgy, mint a többi szurkoló, hiszen a szurkoló nyerni szeret. Várjál, néhány objektív számot mondanék én is. Na. Mert én azt állítom, hogy ez az évtized, a magyar futball utóbbi három kétségkívül legsikertelenebb évtizedének is a legsikertelenebb évtizede. Néhány objektív számít. Kim voltunk egy EB-n? Igen. 40, a 24-re fölé, ez így van, de az előzők nem tudtak kijutni. 24-ben nem volt. Hát tehát ez az évtized, jó, ez nem lehet annyira rossz. Nem? Nem? Akkor én mondok néhány számot. Csak most is versenyben vagyunk az EB-re való kívánásért. Hát természetesen a 24 miatt, de az elődökkel szemben, tehát az mondom. Akkor ezt nagy sikernek fogják megjönni. Hogy mire gondolok? Ennek az évtizednek az objektív, mert objektív számokról beszélünk. És a tavalyi év után, amikor a Vidi volt Európa Liga csoportkör, és most éppen a Fradi Európa Liga. Hány magyar játékos van ezekben a csapatokban, ez szerintem most ne feszegessük. Mert ez nem a magyar futballról szól igazából, hanem a pénzről. De az is, majd erről is beszéljünk, tehát ha már a kupákról. Tehát ennek az évtizednek a terméke minden idők legsúlyosabb vereségeinek egyike eddig a fegyverbarátok 40-es évekbeli világháborús kölni meccse volt, a német-magyar 7-0. A holland-magyar 8-1-es sikerült befogni a 2010-es években. Akkor még a magyar válogatott legsikertelenebb évtizedeje sem volt, hogy nagyjából bő fél éven belül alul maradtunk Andorrával, Luxemburggal és Kazasztánnal szemben. Ezek is objektívek. Ezek cáfolhatatlan tények, ez annak az 50-60 éves folyamatosan lefelé tendáló magyar futball körülményeknek a következő. De azt mondod, hogy sikeres ez az évtized, sikeres az évtized, én azt mondtam, hogy végre megfordultak a trendek, tehát hát ez nem előbb utóbb ebből valaminek lenni kell. Jó, akkor amire hivatkozott, hogy Videoton FTC, ennek az évtizednek a terméke az is, hogy teljesen normálissá vált, ha lehet ilyet mondani, de szokásossá inkább, hogy a magyar kupa résztvevők már a júliusi-augusztusi akadályok, már akkor letudták, a többségük, tehát a legtöbb kupa szezonban egyetlen egy se, és néha-néha bejutottak egy-egy csoportkörbe, az így volt a ritkább eset. De az, hogy a nyarat ne érjék meg, az ugye az a 2010-es évek sajátossága. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon... Na és akkor ne is beszéljünk, azt mondta Gyuri, hogy a U17 kijutott a VB-re. Ez kétségtelen. Hát én láttam a magyar U17-es válogatott mindegyik mérkőzését, és láttam mondjuk az elődöntőt meg a döntőt is, mert a tévé adta. Az elődöntő meg a döntő a személyes benyomásom szerint felnőtt meccsel felért. A magyar fiatalok meccsei azok meg arra emlékeztettek, amelyek szintén a mostani évtized terméke, mint a horvát meccs a felnőttek között, ahol azt merem mondani, hogy 50-100 évenként fordul elő olyasmi, hogy egy csapat saját magának bevág hármat, vagy összehoz hármat. És olyan gólokat kaptak a fiatalok. Egyébként pedig, ami az utánpótást illeti, jelen szimbolikusnak tartom, hogy a magyar futball legújabb felfedezetje egy 26 éves akadémista, aki hát szegény,
Hát persze nem volt sokkal gyengébb, mint a többi. De mondom, 26 éves és akadémista. És láttuk, hogy... Muszáj kérdeznem. Nem kellene eljutni oda, hogy ennyi pénzzel, amennyi a magyar futballba jut? És most ne is nyissunk vitát, hogy ennek van értelme, vagy nincs. Van pénz a magyar futballban. Valódi teljesítményhez legyen kötve az, hogy az akadémiák, az egyesületek hogyan jutnak pénzhez. Tehát, hogy kelljen kitermelnie egy akadémiának nemzetközi szintű labdarúgókat. Vagy hogyha ezt nem tudja teljesíteni, akkor vegyük vissza a támogatását, hogy kénytelen legyen ezen ugye dolgozni. Ennek a kérdésnek is azért érdemes a történelmi gyökereiről beszélni, mert lehet azt mondani, hogy sok pénz van a magyar futballban, ami persze relatív, hiszen a legjobb, legnagyobb költségvetésű magyar kluboknak a költségvetése általában éppen, hogy eléri vagy vetekszik azokkal, amelyek az Európa Liga csoportkör alsó régiójának hát igen, tekintető. Csak azok a magánvállalkozások, azok a klubok, amelyekkel vetekszik, ez meg nem. Tehát ez gyakorlatilag közpénzből működik ilyen módon. Mondjuk a Fehérvár szerintem magánvállalkozás, a Ferencváros meg egy hagyományos sportegyesület, amelyhez hasonló szintén sok van Európában, de az a bizonyos sok pénz, az annak az iszonyatosan sok pénznek a törlesztése, amit nem kapott meg a magyar futball, vagy amit kivettek a magyar futball. De ettől még lehet feltételeket szabni, teljesítést. És amennyire a legutóbbi szabályozás hát erre tett kísérlet, most éppen egy ilyen rendszer van érvényben, hogy amit azt hiszem produktivitás elvének mond az MLS, hogy minél több, minél magasabb szintre jutó játékos kerül ki egyes nevelő egyesületekből, annál több pénzt kapnak ezek a bizonyos egyesületek. Azt látni kell, hogy az MLS, ha nem is nagy sikerrel, de évek óta próbálja elősegíteni azt, hogy saját nevelésű fiatalokat játszassanak drága, vagy nem annyira drága külföldiek helyett a profi csapatok, vagy éppen ezt próbálja honorálni, hogy ahonnan magas szintre jutnak, és itt az is számít, hogy aki eljut a nagy bajnokságokba, nincs sok ilyen játékosunk, de van néhány, azokat díjazza ez a rendszer. Aztán, hogy milyen mértékig, vagy ez mennyire ösztönzi a klubokat, mennyire szorulnak rá ezekre a plusz pénzekre, és mennyire nem, erről szerintem érdemes és kell is. Ez egy másik téma, hogy mondjuk a TAO támogatások özöne között, hogyha valami apró pénz jut azért, mert valaki kijutott egy nemzetközi csapathoz, akkor az neki tényleg számít olyan sokat. Lejártna az időnk, pedig igazából most kezdenénk, úgyhogy majd egyszer folytassuk. Szerintem erről van mit beszélni. Köszönöm szépen mindkettőtöknek. Jakubcsa Gabriella folytatja viszont az ATV-ben a műsort. Szia Gabi, mi lesz a műsorban? Szervusz, jó estét kívánok! Ma is jelentkezik a Jakubcsek Plusz. Alternatív gyógyászat kontra hagyományos orvoslás. Ez lesz az egyik témánk, a másik szabadon, vadon, avagy papírral, házassággal, vagy házasság nélkül. 8 óra 30 perckor várom Önöket. Holnap este pedig itt Simon András lévén péntek, jön az Egyenes Beszéd 19.25-kor, ma este még két híradó, egy a Spiriten, 23 órakor pedig itt az ATV-ben. Szép estét, viszontlátásra!